Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Földváriné Simon Ilona Anna, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen és köszöntöm a kedves nézőket! Elindult a 2023-as, 24-es nevelési és tanév, hiszen ugye az óvodáról is, és az iskoláról is fogunk beszélgetni az interjú ideje alatt. Milyen feladatok előzték meg a tanév kezdetet? Nagyon sok feladat előzte meg, és ez a sok feladat a nyári szünetre tevődött természetesen. A Calvin 2-es úton található telephelyen egy nagy beruházás átadására készülünk majd szeptemberben, október elején. Ez ilyen nagy volumenű munka volt. Az óvodában pedig az 5. csoportot indítottuk, erre készültünk. Ugye megvannak a személyi feltételek az óvodában és az iskolában is, és hát így készültünk a személyi és a tárgyi feltételek megteremtése volt a nagyon fontos cél. A személyi feltételeken túl nyilván ugye ez a pedagógusokat illeti, milyen osztálylétszámok indultak, hány fővel indultak el, első osztályokról mit lehet mondani? 3 első osztályt indítottunk, összesen 59 első osztályos tanulónk van, és ahogy említettem, 3 osztályban helyeztük el a gyerekeket, 3 tanítónéni várta őket szeptember 1-én, illetve csütörtökön a ünnepi tanévnyitó istentiszteleten a református nagy templomban. A gyerekeken túl ugye beszéltünk a pedagógusokról, a szakmai ellátottságról, az iskolának erre a tanévre, és nyilván itt az óvodát is beleveszünk. Milyen szakmai programokat terveznek, miben szeretnének és fognak az elkövetkezendő időben fejlődni? Hát először is azt szeretném elmondani, hogy az óvodában is és az iskolában is a szakos ellátottságunk megvan. Az óvoda esetében azt jelenti, hogy minden csoportban van 2 végzett óvónő, és az 5 csoport munkáját 3 pedagógiai asszisztens segíti, illetve a dajkák. Az iskolában a szakos ellátottságunk, ami nagyon-nagyon fontos ebben a hát, olyan értelemben nehéz helyzetben, hogy egyre kevesebb a pedagógus, tehát 100%-os a szakos ellátottságunk, és hát ennek nagyon örülünk. Tehát rajztanárunk is megvan, készségtárgyak esetében, technika tanárunk, fő tantárgyak esetében is mindenki a helyén, mindenki a posztján, és hát lelkesedve várták a kollégák a tanév kezdését. Na most az iskolánkban nagyon fontos a szakmai innováció is. Új programokat vezettünk be, illetve vezettünk be folyamatosan az óvodában, illetve az iskolában. Egy új képesség program az óvodában, ennek a képességfejlesztő programnak a neve a sakkjátszótér. Ez az óvoda. Ez a program 2013 óta benne van a Nemzeti Alaptantervben, tehát ez egy országos program, nagyon népszerű, nagyon közismert, és nagyon fejleszti a gyerekeknek a képességét, és benne van egy úgynevezett iskola előkészítő program is. Ezt tervezzük bevezetni az óvodában. 3 óvónő a nyár folyamán elvégezte a 30 órás akkreditált továbbképzést, tehát teljesen szakmailag felkészülve várják már a programban résztvevő, hát elsősorban középső és nagycsoportos gyerekeket. Ez az óvodánknak, ez a program egy teljesen új színfoltja, ilyen nincs a városban, és hát nincs a környéken sem.
Na most felmenő rendszerben, az iskolában pedig bevezetjük, egyelőre még első osztályban, a sakkpalota programot. Iskolában már ez a neve. Alsó tagozatos tanulók számára készült szintén ez a képességfejlesztő program, amely program egymásra épül, tehát óvoda, illetve iskola, iskola alsó tagozata. Most kezdtük a három első osztályban, délelőtti tanórában fogjuk ezt a programot bevezetni, és itt a sakkpalota program, tehát az iskola esetében is három pedagógusunk végezte el a kötelező 30 órás akkreditált továbbképzést, és így hozzá tudtunk jutni, tulajdonképpen meg tudtuk rendelni a sakkjátszótér és a sakkpalota programhoz hát szükséges szemléltető eszközöket, tanári és tanulói könyveket, munkafüzeteket, és az iskola esetében egy szaktantermet rendeztünk be, egy sakkpalota és robotika szaktanterem várja a gyerekeket, a tanterem nagy, tehát megosztva sakkpalota és robotika. Tehát a programmal kapcsolatosan így készültünk, tervezetten és tudatosan tavasz óta tettük meg az első lépéseket, és utána így építkeztünk a programmal kapcsolatban. Mivel az óvoda, illetve az iskola elnyerte az állatbarát és a madárbarát címet, így folyamatosan nagy gondot fordítunk, mint az óvodában, mint pedig az iskolában a környezeti nevelésre, a környezettudatos gondolkodásnak tulajdonképpen a szinten tartására. Szintén egy országos programról kell beszélni. Ennek az országos programnak a neve Fiúról apára. Ez a programnak a neve, és ezt a programot vezetjük be az óvodában, első körben, tehát a Talentum óvodában, majd ezt követően az iskolában. Ez is egy játékos, természetbarát, természet tiszteletére, szeretetére nevelő program, tele állatmesékkel, bábjátékokkal, dramatikus játékokkal, kirándulásokkal, túraprogramokkal, és most ezen dolgozunk, hogy az óvodában, ebben a nevelési évben ezt be tudjuk vezetni, be tudjuk indítani, illetve folytatása majd az iskolában fog következni. Ez is kiváló, illetőleg a sakk is, hiszen egyéb tantárgyaknál is lehet használni, hiszen akkora logikai fejlettséget ad a gyerekeknek, ami ritka. Igen, pontosan így van, de nem teljesen magára a sakkra kell gondolni. A gyerekek esetében az életkori sajátosságoknak megfelelően van a program kidolgozva, mind az óvodában, mind pedig az iskolában, és hát elsősorban óvodában sakk zene, sakk mese, például szenzációs, ha már megnézzük az eszközöket, ami ugye vele jár a tanításhoz, átéléshez. Tehát szerintem ez a program tényleg egyedülálló, és nagyon fontos az, hogy a logikai képességet fejleszti a gyerekek esetében. Beszéltünk már ugye a fejlesztésekről, beruházásokról, ami a nyár folyamán tényleg látványosan zajlott az egyik iskolaegységekbe. Mi az, ami már lezárult, illetőleg miket terveznek a jövőt, illetően pályázatokkal kapcsolatban, és el lehet-e mondani, hogy majd mi lesz, milyen feladatok, maga az épület, ami elkészült, milyen célt fog szolgálni? Igen, hát az épület az átadás előtt van, ahogy említettem, és az épületen belül megújult a
teljes egészében megújult a vizes blokk, ami egyébként nem volt annyira nagyon régi, a tanulói vizes blokk. És a tornateremhez épült még egy szertár, egy kis tanári, valamint szintén vizes blokk tusolóval, mosdóval teljes egészében felszerelve, és szaktanterem átadására kerül sor. Egy nagyobb méretű szaktanterem átadására, középen elválasztható, tehát két teremről is beszélhetünk akár. A pályát rekordtán borítással készítette el a vállalkozó, és ahogy látszik is, napelemeket helyeztünk el az épület tetejére. Hát gondolkodtunk tulajdonképpen, mert kell is gondolkodni a takarékosság, energia, megtakarításnak a célját is szolgálja. Teljesen korszerű. Igen, teljesen modern, teljesen korszerű, a 21. századnak teljes mértékben megfelelő. Az óvodában is elkezdődik majd egy bővítés, egy beruházás. A tanévnyitó ünnepségen is elmondtam, bejelentettem, hogy jövőre tervezzük a 6. óvodai csoportnak az indítását. Nagyon sokan jelentkeztek már, jelezték szándékukat az iránt, hogy szeretnének jönni a Talentum óvodába, és úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget az érdeklődő szülőknek, az érdeklődő családoknak biztosítani kell. Ez a fenntartó feladata, a mi feladatunk, de partner benne Esperes úr, úgyhogy a jövőt illetően így készülünk, bátran, bízva, bizakodva. És ha már a jövőről beszélgetünk, akkor vannak fő programjai is az iskolának, nyilván a tanévrendjében vannak egyéb események, amiket meg szoktak ünnepelni. Beszéljünk ezekről is néhány szót. Igen, vannak hagyományos programjaink, és vannak új programokat is beterveztünk. Mi projektekben gondolkodunk, óvodában is, iskolában is, és hát természetesen témahetekben. Ezeket a témaheteket szoktuk végigvinni, betervezni, felújítani, kibővíteni. Elsősorban a pénz témahetet szeretném megemlíteni, aztán a fenntarthatósági témahetet, vagy a digitális témahét az iskola esetében, és mint ahogy korábban említettem, a hagyományos programok, ünnepségek, rendezvények, író-olvasó találkozó, kulturális események, és nem kell, hogy kihagyjam, nem is teszem, a sporteseményeket is. Sportfesztivált tervezünk például szeptember 29-én, úgyhogy nagyon sok programmal várjuk a gyerekeket, mind a óvodában, mind pedig az iskolában. És ebből is látszik, hogy a szülőkkel való együttműködés és kapcsolattartás kiválóan működik a iskola és az óvoda életében. Igen, igen, így néz ki, ez valóban így van. Az iskola esetében, tehát a Refi általános esetében a 28. tanévünket kezdtük el, az óvoda esetében pedig a 3. nevelési évünket, és a szülők mindenben partnerek, nagyon érdeklődőek. Az iskola esetében a létszámunk 406 fő, az óvoda esetében pedig, mint említettem, 5 csoportban 135 kis óvodás kezdte meg szeptember 1-én a óvodás életet. Most a beszokatási program van a két kis csoportban, úgyhogy várjuk a gyerekeket, várjuk a szülőket. Eredményes tanévet és nevelési évet kívánunk igazgatónőnek is, és a pedagógusoknak is, gyerekeknek. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük, hogy meghívott vendégünk volt, és eljött hozzánk, és a kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!